Van egy nemzet, a mi nemzetünk, ami büszke lett arra, hogy a 21. században három új lófajtával elkezdett kísérletezni, illetve elkezdte kitenyészteni. A turáni lovat, a székely lovat és a kunfakot. Természetes, hogy a 21. században megcélozunk valamit, ami már picit más. Nem katonai lovakat akarunk tenyészteni, hanem tulajdonképpen családi lovat. Ezzel a lóval el tudunk menni messzire, zarándoklatra, több ezer kilométert megtettünk velük. Erre a lóra a gyerekek is fölülhetnek a nyugalma miatt. Ez a mi tenyésztésünk, a kunfakó, és hogy megünnepeljük, és nagyon fontos, hogy összejöjjenek a tenyésztők, lóhasználók, és egy nap valódi ünnepet üljünk. Te honnan érkeztél? Kerekegyházáról jöttünk, tegnap 5:30 indultunk reggel, és nagyjából 12 órát vett igénybe a... Lováltal jöttetek? Igen, igen. Három barátommal érkeztem. Kétszere. Milyen lovad van? Egy kunfakón van, 9 éves herélt. És miért választottad ezt a lófajtát? Igazából nagyjából 10-12 éve foglalkozom lovasharccal és lovasíjászattal, és ez a fajta bizonyít a legjobbnak erre a feladatra. Fegyvereket használunk lóháton. A legfőbb fegyverek a Z-kard, lándzsa, és csapatos mozgásokat próbálunk létrehozni. Az a csodálatos dolog, hogy nem csak a kis Magyarország területén, hanem Székelyföldön is elkezdődött a kunfakó tenyésztés, meg is alakították az Erdélyi Kunfakó Tenyésztők Egyesületét. És az erdélyi kunfakósok is ugyan saját ló nélkül, mert az 1300 kilométert nem akarják rángatni a lovaikat, ők is ilyenkor meglátogatnak minket. Milyen lómozgásokat látunk itt a legelőn? Látjuk, hogy különböző alakzatokat is felvesznek a lovasok. Cél az, hogy elengedetten, egyensúlyba, lendülettel lovagoljanak. Ami nagyon fontos, hogy ha jól látom, szinte nyereg egy-két lovon van. És igazából a gyerekeket így is tanítjuk lovagolni, mert a ló mozgását nyereg nélkül tudja jobban érezni. A nyereg egy picit hamis illúzió, hiszen tudunk belekapaszkodni a lábunkkal, a kengyelbe, ilyenkor pedig nincs mese, előjön az őszinte csupasz valóság. A csípő mozgás, a harmónia, hogy tudom kiülni a ló mozgását. Mostani találkozóhoz egy megemlékezés is kapcsolódott. Erdélyből jöttek a barátaink. 100 esztendővel ezelőtt szakítottak el kérdezés nélkül egy béke diktátummal, diktálták a békét. Igyekeztek Magyarország sírját megásni. 101 éve volt a Trianon, és 100 éve a soproni népszavazás. Ezt azért tartjuk fontosnak erről megemlékezni, mert ezt valahogy a történelem tanítás átugrotta őrvidék elvételét, mintha olyan természetes lett volna, mintha nem együtt vesztettük volna el a háborút. És Ausztriához csatolták ilyen-olyan indokkal. Egyetlen egy helyen a rongyos gárda erőszakossága révén rendeltek el népszavazást, Sopronban és környékén. Nyugodt volt a nyugat, hiszen tudta, hogy olyan sok német ajkú él Sopronba, hogy biztosak voltak abba, hogy Ausztria mellett szavaznak. A legnagyobb meglepetésre tévedtek. És ilyenkor azért úgy egy picit keserű az ember szájíze, és arra gondolok, hogy mi lett volna, ha egész Őrvidéket megkérdezik erről. Mert azt tudjuk, hogyha Nagyváradot, Kolozsvár, Szatmárnémeti, Arad, Érmihályfalva, ahol 100% volt szinte a magyar ajkú, és elenyésző még a 100 és nagyon kevés román volt,
hogy hova szavazott volna. Székelydájáról érkeztem, Erdélyből. Minket elszakítottak a Romániába, mi most Románia. És azért jöttünk ide, hogy megemlékezzünk Trianonról, mert ez nagyon fontos, és hogy magyar igazolványal át tudtunk jönni, ez sokat jelent. És ezt a találkát nekünk szerveztük, és ezt nagyon meg szeretnénk köszönni. Mekkora út volt ez számotokra, hogy eljöjjetek ide? Elég nagy, 1300 kilométer oda-vissza, és de nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és hogy megemlékezhetünk, és hogy tudtunk készülni énekkel, tánccal. Egy ünnep eléri a célját, hogyha az ünneplők összejönnek, együtt vannak, jól érzik magukat. Hatalmas táncház volt tegnap este, a hajnal 4-ig tartott, és az is nagyon jól esik, hogy nem csak Erdélyből, hanem Magyarország különböző helyeiről, Makóról, Budapestről, a Jásságból érkeznek, Bajáról érkeznek ide lótenyésztők, lovat használók, és együtt vannak, és együtt ünnepelnek. Az is örvendetes dolog, hogy valahogy a kunfakó esetében valahogy nagyon hamar előkerül a viselet, a népviselet, mindenki igyekszik valami forma viseletbe jönni, és aki nem, az talán látja a többitől, és reméljük, hogy jövőre ő is abba jön, mert magyarnak lenni tiszta gyönyörűség.